A Pécsi Közgazdaságtudományi Kar több oktatója és kutatója is részt vett előadásával az idei Magyar Operációkutatás konferencián. A rangos eseményen szakmai elismeréseket is átadtak. Az Egervári Jenő emlékérmet idén Komlósi Sándor professzor vehette át. Az én területem a matematikának egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy optimalizálás elmélet, ami tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy amennyiben egy valós problémának már sikerült a természetét matematikai szavakba önteni, megformulázni, képletekkel fölírni, akkor olyan numerikus eljárásokat keresünk, amik tulajdonképpen meg is oldják azt a problémát. Én, amikor Pécsre kerültem 1976-ba, akkor rábukkantam erre a területre, és ezzel az általánosított konvexitással kezdtem el foglalkozni, és hát ebben értem el tulajdonképpen bizonyos mértékű sikereket, és tulajdonképpen szerencsém volt ezzel a témaválasztással, mert bekerültem egy nemzetközi munkacsoportnak az életébe, és tulajdonképpen az első, mondjuk úgy komoly sikerem az volt, hogy 1992-ben ennek a munkacsoportnak a negyedik konferenciáját elvállaltam, hogy én itt Pécsen megszervezem. Két évvel később, 1994-ben egy másik nemzetközi konferenciát szerveztem. Aztán volt egy harmadik konferencia, amit a Magyar Operászutatónak szerveztem itt Pécsen, 1997-ben. És tulajdonképpen arra mindig törekedtem, hogy ezeknek a konferenciáknak a szerkesztett tanulmánykötete az létrejöjjön. Tehát amellett, hogy engem érdekel a tudomány is, ugye és egy matematikus az alapvetően ugye úgymond látszólag a világtól félrevonulva ügyködik, jó, de engem mindig is érdekelt a tudománynak a szervezése, mert úgy gondoltam, hogy a tudományt azt mindig az közösségben lehet csak. Tehát az embernek meg kell osztani a gondolatait egymással, figyelni kell, hogy a másik mit csinál, esetleg, hogy él, milyen kultúrában. Tehát ezek a minden emberi létformát körülvevő dolgok számomra nagyon fontosak voltak, és létrehoztuk 1991-ben a Magyar Operációkutatási Társaságot, aztán később elnöke is voltam egy adott periódusban, alelnöke is voltam, aztán ráadásul még az akadémián belül is külön megjelent ez az Operációkutatási Munkabizottság, úgyhogy ott is tevékenykedtem. Tehát, hogyha engem az országban ismernek máshol is, nem csak Pécsen, akkor ez azért van, mert ezekben az országos kezdeményezésekben tulajdonképpen mindig jelen voltam, ott voltam. Most az igazság az, hogy tehát az utóbbi években a szakmaiságom az már ilyen lecsengőben van. Most már inkább figyelem, hogy a fiatalok mit csinálnak, de még mindig kapom a felkéréseket nemzetközi folyóiratoktól, hogy egy-egy beérkezett tanulmányt bíráljak el, mondjak véleményt, úgyhogy azért hál' Istennek még nem felejtettek el, és hát örülök annak, hogy azért az ember tevékenysége az nem múlik el nyomtalanul. Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor itt a egyetemi integrációban nálunk itt Pécsen ugye a Janus Pannonius neve előkerült, ugye akkor volt egy ilyen pályázat, hogy mi legyen az egyetemnek a Janus Pannoniusi mottója. Hát a teher alatt nő a pálma, ugye ez nyert. Én nem pályáztam, de bennem mindig azért, ugye Janus Pannoniusnak van egy ilyen szép vers, hogy Pannonia dicsérete, amiben megfogalmaz, hogy szellemem egyre dicsőbb, s általa híres a föld. Úgyhogy az én egyéni mottóm, ez mindig is ez volt, hogy az én szellemi előrehaladásom, épülésem, az csak úgy érdemes, hogyha közben általa híres a föld. Már amikor ezt az életmű díjat, ez a társaság megalapította, már akkor benne volt, hogy tehát a szakmaiság mellett a szakmai közéletben való aktív szerepvállalás is komolyan esik alatba. És én azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen ezen a területen is
tudtam olyan érdemeket felmutatni, amit nem felejtettek el, és amikor arról tanakodtak, hogy most ebben az évben kikapja ezt az életműdíjat, akkor rám esett a választás.